most az angol hemendexnek, ugye ez a sonkás tojásnak a magyar változatát fogjuk elkészíteni. Annyiba különbözik a angoltól, hogy ugye jó magyaros tarját fogunk használni. Persze azért arra vigyázzunk, hogy ez a tarja ne legyen nagyon zsíros tojás, és ami még gondoltam, hogy legyen újdonság, hogy a kenyeret, ez egy bagett, a kenyeret mellette fogjuk pirítani. Ez ugye teljesen újdonság. Egy pici olajat tettem előtte a serpenyőbe, ezt ugye föl kell melegíteni, mert azért ez a tarja, ez nem zsíros annyira, csak éppen egy picikét amennyire kell. És az a lényeg, hogy ahány szelet tarja van, annyi tojás legyen. Tehát ezt most beleteszem ide a sütőbe. És akkor úgy készül, hogy ez egy, miután nem olyan nagyon vastag ez, egy picit meg kell sütni, egyszer meg fogom fordítani, és akkor ráütöm a tojást, közben azért a kenyereket ide mellé teszem, hogy ez szépen sülögessen, de azt is meg kell fordítani. Majd azért igyekezzünk, hogy beférjen. Jó, a tarját már fordíthatom is. Hogy éppen, hogy egy kicsit kisüljön. Nagyon gusta látszik rajta. Kicsit azért lejjebb veszem, hogy annyira ne égjen. És akkor a tarjákra ráütöm a tojást. Jó, közben fordítok egyet a kenyéren. Jó, és akkor megvárjuk még a... Tulajdonképpen annyira kell sütni, hogy megkocsonyásodjon egy kicsit a tojás. Kicsit azért alányúlok, hogy olyan nagyon ne... égjen oda. Arra vigyázunk, hogy lehetőleg a tojás sárgája egybe maradjon. Mindjárt készen van. Ez teljesen tökéletesen sül, az még ott egy picit kocsonyás, de mondom, a sárgája az ilyen is fog maradni. Ez egyébként már készen van. Láttál?